kérdések felelek. Ezt úgy gondoltam, hogy ha van, itt van már egy testvér, aki jelentkezett, hogy van bizonysága, tehát akinek van bizonysága a kérdése, aki bátor kérdező, az itt a mikrofon, majd oda visszük, nem kell mozogjatok. Aki nem bátor kérdező, annak van papír, meg toll, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, illetve ha most megkérhetlek benneteket, főleg a témával kapcsolatban beszélgessünk, és akik az internet előtt ülnek, ők is tudnak kérdezni, Csabi itt rögzíti a kérdéseket. Elsősorban azokra a kérdésekre lesz válasz, amik esetleg a témával kapcsolatosak, és akkor én legkésőbb olyan 3 óra magasságában elkezdenénk hálát adni, dicsérni az Urat, úgyhogy aztán ott meg repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg, szóval az egy más kérdés lenne. Gyere, légy szíves! Ülj le nyugodtan, jó? Nem. Nem üsz le? Jó. Akkor. Áldás, békesség. Pap Tamás vagyok. Többen ismerhettek, többen nem ismertek. Én hálás vagyok, hogy elkerültem ebbe a kis gyülekezetbe, ami itt van, hogy megismertem a Rostás családot, és nagyon sok áldást kaptam ettől a szolgálattól, amit ők végeznek, és hálásak vagyunk nagyon a finom ebédért. Nagyon szépen köszönjük, nagyon bőséges volt. A hamis mammonnal, hamis sáfára kapcsolatban, így ahogy az Zoltán testvérem beszélt róla, kaptam egy ilyen kijelentést, hogy mondjam el, hogy én milyen hamis sáfár voltam. A világ életemről nem sokat akarnák beszélni, mert azt már elmondtam itt egy bizonyságtételre, jóval túlhaladtam az időt, amit kaptam. És csak annyit mondanák, hogy mivel hogy én drogoztam, drogot szállítottam, én mindig levettem a részemet, azaz, hogy amikor elvittem a cuccot, akkor engem abból megkínáltak, és még rátettem a fuvardíjat is természetesen, és ahonnan hoztam, ott mindig csak annyit adtam, amit kell, de ott is mindig megkínáltak. Úgyhogy ez egy ilyen élet volt, és igazából szörnyű volt a tükörbe nézni, ahogy a testvérem mondta, hogy volt, hogy beleköpött a tükörbe, én bele se tudtam nézni egyszerűen. Nem láttam más, csak egy halott embert. És megtérésemkor 2016. decemberében tértem meg, és akkor elkerültem az egyik egyházhoz, ott dolgoztam, és nagyon furcsa volt nekem az, hogy nem égnek az emberek olyan tűzzel, mint ahogy én. Én azt szerettem volna, hogy mindenkit átölelni, és érezzétek, hát ti nem érzitek, hát mi az, hogy ültök a padba, Biblia órán ültök, senki meg nem tud szólalni, nem értem ezt, tehát nem, nincs mit mondanotok, vagy mi ez? És volt egy 3,5 éves kiképzésem az Istentől, hiszem, hogy ő képezett ki, mert minden nap Isten tiszteleten lehettem, Biblia órákon, énekkarokon, láthattam a hívő embereket, hogy élnek, és megszégyenítő volt, ahogy én azelőtt éltem, de igyekeztem hasonlítani rájuk, és 3,5 év után elkerültem ide Budapestre, és egy olyan csalódásért otthon az egyháznál dolgoztam, hogy láttam, hogy egy embert, egy diakónust hogy csináltak ki. Avval, hogy azt mondták, hogy vagy velünk, vagy ellenünk. És hogyha ellenünk van, akkor neked innen menned kell. És az ember rátette az életét arra, hogy szolgáljon, és nem kell az ő szolgálat, hanem azt kell, hogy azt csináljon, amit mondanak. És ez engem nagyon megbotránkoztatott, és akkor szólt nekem Jézus, hogy te ne az egyházra néz, hanem én rám néz. És hálás vagyok neki a mai napig, hogy ő rá tekinthetek, mert mindenkibe csalódhatunk az életbe, meg akár a párunkba is, de Jézus Krisztusban biztos, hogy nem fogunk csalódni. És tavaly nyáron eljöttem, az egyik munkahelyen dolgoztam, és nagyon sokat beszéltem ott a srácoknak, a világi embereknek, a srácoknak Jézusról is, ebédidőben hallgattak, és nem értettem, hogy mi az, hogy engem meghallgatnak, de templomban nem akarnak elmenni. És nagyon rengeteg tanítást hallottam, és az Úr rávezetett arra, hogy nem templomban élek, hanem bennem élek. Bennem él az Úr. És amikor én róla beszélek, akkor igazából ő szól az emberekhez, rajtam keresztül, és megértettem, hogy nekem semmi más dolgom nincs, csak hogy üres edény legyek. Lépjek hátra, amikor szólni akar. És azt tettem észre, hogy térnek meg a környezetembe az emberek. Az egyházba én bementem, itt is Budapesten felkerestem ugyanazt az egyházat, ahova tartozok, és elmentem bibliaórára, és amikor elkezdtem a Szentlélekkel beszélgetni, akkor elhitták az esperest, és mondták, hogy tartson nekem egy bibliaórát, mi az, hogy szektársok.
Akkor ült mosolyogva, először nem értette, hogy mi van, és azt láttam, hogy az esperes csak rám néz, meg az egyik testvéremről, akik te vagyunk lélek, és olyan szeretettel szeretnénk az evangéliumot hirdetni. És aztán, amikor a Szentlélekre tartottam én egy bibliaórát, akkor megint elhívták az esperest, hogy ne beszéljünk a Szentlélekről, Szent Szellem, ilyet meg ne is mondjunk. Úgyhogy én csak csodálkoztam ezen, hogy és minél többet hallgatom a Zoltánt, és minél több ilyen szabad szellemű lelkészt, lelkitá embert hallgatok meg, aki el tudja mondani azt, hogy milyen volt az ő találkozása Krisztussal, meg ő hogy látja azt, hogy kell élni Krisztussal, Biblia szerint, ige szerint, annál jobban megerősítette bennem Jézus azt, hogy csak én rám néz. És elkezdtek megtérni az emberek a környezetembe. És volt egy olyan kérdésem az Úrhoz tavaly, hogy nyáron, hogy Uram, akkor én minden munkahelyemről most kirúgtak Jézus Krisztusért. Akkor hol is van az a 7000 ember, amiről te beszéltél Illésnek, hogy hol is van az a 7000 ember elrejtve? Mert az egyházban nem látom, a világban nem látom. És nem sokára megkaptam a választ, mert februárban kirobbant a háború, munkanélkül maradtam megint, nem tudtam, hogy miért, egyik napról másikra kirúgtak. Pedig semmilyen szenvedélyes, ilyesmi nincsen, és azt mondták, hogy nem kell, hogy jöjjön holnap. Akkor megértettem, amikor reggel kimentem a pályaudvarra, hogy jönnek az ukrán testvérek, és én Kárpátaljáról vagyok, úgyhogy perfekt beszélek ukránul, oroszul. És ahogy beálltam abba a szolgálatba, én ott 40 napig tapostam, elkoptattam a cipőmet, a térdemet, a cipőmet. És amikor megláttam, hogy az egyházi szervezetek még sehol nem voltak, de emberek jöttek szívvel, lélekkel, és azt mondták, mibe segítsünk, itt a szállásom, itt az autóm, mindent felajánlok, csak csináljunk valamit, segítsünk ezeknek az embereknek. És amikor láttam, hogy leszáll 500 ember a vonatról, és körbeálltuk őket, és mindenki felkarolt valakit, és hogyha nem is tudtál segíteni, akkor csak leültetted a buszba, és már szaladtál a másikért, míg annak rendeződik az ügye, annak rakást kerítettél, ennek vonatjait kerítettél, a harmadiknak fuvar kerítettél. Szóval annyira pörgött az egész, hogy én észre se vettem, csak március végén, kb. Március vége lehetett, talán születésnapom volt akkor, és akkor éjszaka 2 órakor volt egyetlen egy pillanat abba a kis helyiségbe. Ja, még visszatérve arra, hogy minden tévéstáb a mellényesekhez ment. Oda az egyszerű emberekhez, akik karszalagot viseltek, és azt mondták, hogy most fordítottak meg, foglalkoztak az emberekkel, azokhoz nem mentek oda hozzá. És ott volt egy olyan pillanat, hogy az Istentől megkérdeztem, mert éjszaka 2 órakor volt egy ilyen csendesség, körülnéztem magamon, és itt egy bőröndön fekszik egy kisgyerek, meg van neki terítve, be van takarózva, mellette alszik az anyukája egy lócán, itt beszélgetnek, ott kávéznak, ott valaki majszul egy zsömlét, teljesen csend volt. És azt mondta az Isten, még 40 nap. Én nem értettem ezt, hogy mi ez a 40 nap. Ez a 40 nap nekem szólt. Én 40 nap múlva kaptam munkát, az Isten megáldott, mert nem gondoltam rá, hogy mi lesz, hogy most munkanélkül, hogy csak az, hogy segítsek. És minden éjszaka kimentem, mert nappal ott volt, aki csinálja, de éjszaka nem nagyon voltak. És én minden éjszaka mentem, és reggel 5 órakor, 7 órakor mentem, az a voltól hazavittem a családot, mert nem tudtam őket elhelyezni. A feleségem kiugrott az ágyból, ő ment dolgozni, és akkor befektettem a mi ágyunkba őket. Remélem, hogy jósá fárkodtam abban, amit kaptam. És azt tudom, hogy azt is meglátom, hogy hol van az a 7000, akit Illésben mondott Isten. Ott van, rajtunk körül, csak észre kell őket venni. Köszönöm. Én egy kérdést találtam ott a kosárba, ezt felolvasom, jó? A telefon csak azért van nálam, hogy el kell mennem, mert mindjárt hívnak, nem? Tehát azért, hogy Csabi majd átküldi, ha valaki az internetről kérdez. Azt mondja a kérdező, hogy az ige azt mondja, hogy az utolsó időben az Úr mindenkire kitölti az ő szellemét. Az Úr Jézus Krisztus mindenkiért az életét adta. Ha a hitetlenek nem lépnek Isten felé, akkor rájuk is vonatkozik ez, a minden test rájuk is vonatkozik-e, vagy csak a hívőkre. Ezt talán már részben meg is válaszoltam a tanítás közben. Az én bibliai látásom alapján a végidőkben szétválik az evangélium, és szétválik a szervezett egyház. Tehát minden bizonnyal az egyházak, akik szervezettek, tehát hívjuk hamis sáfárnak, azok nem fognak részt venni
a végidők evangélium hirdetésében nem tudnak részt venni benne, mert el lesznek foglalva az ő saját dolgaikkal, tehát pénzgyűjtés, intézményrendszer feltartás, stb. Stb. És azt mondja a Biblia, hogy az én véleményem szerint, amit kérdezel, kimondottan a világiaknak fogja megnyitni Isten a szívét, de nagyon-nagyon szélesre fogja tárni. Tehát Istennek van egy ígérete, hogy a keresztényeket azért kell másképp kezelni, mert ugye mi lehetőségünk van az igazságot megkeresni, megtalálni, hallani, ezért nem vagyunk betegek, az egészségeseknek nincs szüksége erre, csak keresnünk, kutatnunk kell. Én úgy gondolom, hogy a világi emberek olyan, nem csak a világiak, minden ember olyan nehézségben lesz, hogy Isten most azt készíti elő, hogy legyenek igaz sáfárok, akik őszintén, kompromisszumok nélkül. Tehát olyan sáfárokra van itt szükség, hogyha a vasútállomáson azt mondják, hogy takarodjatok kifelé, mert most már nem lehet ezt csinálni, akkor visszamennek és csinálják. Ezt nem lehet vallásos szervezetbe járásból merítve csinálni, ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha az embernek őszinte belső meggyőződése van. És a világnak olyan éjség, ugye ezt maga az ige mondja, hogy alig várja, hogy most is várja a világ, hogy az Isten fiai megjelenjenek. Ugye itt a Bibliában úgy mondja a Biblia, hogy a világ fiai meg a világosság fiai. Minden bizonnyal azért nem jelennek meg a világosság fiai, mert az egyházakban ülő hívők többsége nem világosság fia, hanem egyháztag. Különbség van világosság fia és egyháztag. A világosság fia az azt jelenti, hogy bármit odaad azért, hogy az evangéliumot szolgálja és hirdesse. Ma inkább szolgálnak embereket, mint magát az evangéliumot. És ezért, ha ez a nép, ez megerősödik, felnől, és ez nem olyan nép lesz, azért is mondtam, hogy ez a fajta gyülekezeti szerveződés, ami most van, ezt szerintem azért el kell felejteni, mert ezek az emberek ugyanúgy lesznek, hogy én nem tudok majd a másikról, a másik. Tehát nem azért csináljuk ezt, mert tudunk egymásról, hanem azért csináljuk, mert benned él Krisztus, és te csinálod a te dolgodat, én csinálom az én dolgomat, és ez nagyon meg fogja érinteni majd a világiakat, úgyhogy én úgy látom, hogy ami az, hogy kiöntöm minden testre, ott én elsősorban az utolsó idők nagy evangélium hirdetését úgy gondolom, hogy a világ felé fog ez menni. Hát miért menjen az egyház felé? Nonsens lenne. Hát én mindig, amíg a hídgyülekezetében voltunk, ugye minden évben egyszer kellett volna jöjjön, ott vannak ilyen haknik, hogy evangélisták meglátogatják a gyülekezeteket, adunk nekik egy kis pénzt, és tovább mennek. És sose értettem, hogy egy evangélista miért jön be a gyülekezetbe. És egyszer volt egy sztorink, hogy jött hozzánk egy evangélista, és akkor kezdtük el itt újra a munkát, talán Dombóváron, és talán ilyen 100-an ültünk benne, egy másik teremben voltunk, és az evangélista kikel magából, hogy mit képzeltek ti, nem hoztunk, egy új sem ült a teremben. Egy olyan ember sem ült a teremben, aki új volt. És kikelt magából, letorkolta a gyülekezetet, stb. Stb. És akkor a végén oda mentem hozzá, az alkalom végén, és akkor mondtam neki, hogy két dologban hibáztál. Az egyik az, hogy nem vetted észre, hogy itt ül 100 ember. Tehát ezeket csak a szél fújta össze. Tehát valahogy itt vagyunk. A másik pedig, ha azt mondtad volna, hogy menjünk ki veled ide a Hunyadi térre, vagy ide a napsugáráról ezért, és megmutatod, hogy hogy kell csinálni, akkor egy népként kimentünk volna veled. Tehát az evangélistáknak, meg egyáltalán a mi munkánknak, bocsássatok meg, hogy ezt mondom, higgyétek el, hogy ez egy rossz szokás, hogy itt a hívők a legtöbb idejüket a gyülekezeten belüli lelki szolgálatokkal törtik el. Ez nonsens. Tehát erre nem lesz időnk a végén. A legvégén a 10 szűz közül az 5 azt mondja a másiknak, hogy nem tudok neked segíteni. Tehát ez egy nonsens, hogy mi tulajdonképpen házi bajnokságot végzünk. Az igazi küldetésünk az az, hogy azok számára mondjuk el az evangéliumot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy kimondottan azokat fogja megérinteni, akik ma még nem is gondolják, hogy valaha Istenhez közel kerülnek, és ezért fog szétválni, mert a mai egyház, az egyházi rendszer, ami rendszerbe szerveződött, ugyan hirdeti az Isten igéjét, de nem képes arra az evangéliumnak a hirdetésére, ami tényleg az embereket megérinti. És ugye ez mit jelent? Ez a cselekedetekben, ahogy mondja a Biblia, hogy a szeretet által munkálkodó hit. Tehát a cselekedetek, a szeretet által munkálkodó hit. Ahogy ezt nem tudod elmagyarázni épésze, lehet, hogy itt többen megrettentek rajta, hogy kiszáll a feleség az ágyból, aztán utána mindjárt 3-on beugranak. De ez az, amit nem tudsz te megmagyarázni észre, mert te itt ülsz egy helybe, és azt mondod, hogy te abban a szituációban, te nem ezt csinálnád. De abban a szituációban, amiben belevisz az Isten egy másik emberrel szemben, ha azt megéled, azt a szituációt, lehet, hogy ugyanezt csinálnád.
Tehát elképzelhető, hogy ugyanezt csinálnád. És ezért, amikor intézményesítve adnak ki parancsokat, utasításokat, na most akkor kimegyünk, és akkor szórólapokat osztunk, mert én olyat is láttam, hogy jöttek a testvérek, és akkor szórólapokat osztottak nekik, hogy itt vannak az összejövetelek. Hát ez most, bocsánat, menekülök, jövök a családommal, ki a túrót érdekel, hogy nektek hol van az összejöveteletek. Ez nem érdekel. Nekem egy vonatjegyre lenne szükségem, meg valaki megmutassa. Tudjátok, milyen megrázó volt? Engem is hívtak a nyugati pályaudvarról, bezárták a WC-ket. Bezárták a WC-ket, hogy ne lehessen elmenni WC-re, illetve utána 200 forintért lehetett elmenni WC-re. Nem volt neki 200 forintjuk, mert a hrivnyát a kutya nem váltotta át forintra, illetve leszállt a vonatról. És akkor az ott lévő aktivisták olyan telefont kaptam, hogy tudunk-e fölküldeni 200 forintosokat, mert egyszerűen be kellett fizetni 200 forint a valakit a WC-re. Tehát azt kell megérteni, hogy ebből a hatalmas magaslatból, amiben mi vagyunk, hogy egy házasdi, szép világítása, ebből kell nekünk visszajönnünk arra a pontra, amin tud bennünket az Isten használni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, amit ír a Jelenések könyve, hogy az örökkévaló evangélium, úgy olvassuk, hogy az angyal megjelenik az örökkévaló evangéliummal az égen, ami azt jelenti, hogy nem az egyházaknál, nem a templomokban fog megjelenni, hanem az égen, tehát azok számára lesz világos, de viszont az evangélium csak akkor lesz világos, ha krisztusi lelkületű emberek jelennek meg. Nem olyanok, akik egy egyházba akarják terelni az embereket. Én nekem nagyon fájt ez, hogy jönnek az emberek, és akkor gyorsan, higgyétek el, egy háborús helyzet, egy krízis. Az embereket hívtak engem sokan Kijevből, hogy nem tudom elképzelni, hogy milyen ébredés van Kijevbe. Mondtam nekik, hogy várjuk meg a háború végét. Mert egy krízis helyzetben, te is, hogyha, most csak mondok egy szélsőséges példát, a gyereked beteg, és mindent megígérsz, hogy csak gyógyuljon meg, mindenedet odaadnád. Az ember ilyenkor érzelmi felindulásban sok mindent ígér, de a szeretet által munkálkodó itt az nem ilyen, hogy érzelmi felindulás, hanem az olyan, hogy elkezd munkálkodni, és az amíg élsz, munkálkodik. És a világ erre vár. Tehát azért mondja, hogy úgy is hívja a Biblia, hogy várja a sóvárogva az Isten fiainak a megjelenését. A kérdésre még egyszer csak megerősítve, én úgy gondolom, hogy amit Joel látott, hogy minden lélekre ki fog ez öntetni, itt ez szó szerint kell venni, hogy minden lélekre. Itt csak azok fognak kimaradni ebből, akiknek az Isten az már csak egy ilyen kellék lesz. És a vallás számára, a hamis sáfár számára az Isten az csak egy kellék. Az nem egy létező valóság, hanem egy kellék. És nem is tudsz magyarázatot adni a cselekedeteidre. Tehát nem tudsz magyarázatot adni. Ezért például nagyon jó a házasságban az egység. Mert hogyha mondjuk benne vagy egy házasságban, és mondjuk a férj hazahoz egy ukrán menekült családot, és befekteti a francia ágyba, és jön haza a feleség, és szóval ezeket az ügyeket, a krisztusi dolgait nem lehet megmagyarázni. Nincs rá magyarázat. Tehát a szívből szívbe megy. A szívből szívbe megy. Nem lehet megmagyarázni. A szeretetet nem lehet megmagyarázni. A szerelmet se lehet megmagyarázni. Ugye próbálunk virágot hazavinni, meg desszertet, meg Raffaellót, meg mindent, de nem tudod megmagyarázni. A szerelmet nem lehet megmagyarázni. A szeretetet se lehet megmagyarázni. Vannak dolgok. Én az én reménységem az, és most az Isten azért foglalkozik ilyen nagy üzemben az egyházakkal. Az elmúlt 4-5 évben, ha visszanéztek, annyi dolog lelepleződött, ami az előző 50-ben nem. Barátai milliárdos csalások miatt buknak meg, és már nem csak hídgyülekezete, mert ugye mindig a hídgyülekezetére volt ez kiépülve, ugyanúgy buknak a pünkösdiek, a baptisták, mindenki bukik. Miért? Mert az Isten el akarja különíteni a hamis sáfárt az igaz sáfártól. Miért? Hogy az igaz sáfár ki tud menni, és félelem nélkül fogja hirdetni az evangéliumot, és majd meglátjátok, hogy a világ milyen érdeklődést mutat majd a félelem nélkül való evangéliumra. Csak az kell látni az életünket is. Arra nincs szüksége a világnak, hogy betereljük őket szombatonként egy összejövetelre, és ott vagy kap táplálékot, vagy nem. Rakunk egy újabb pupot a hátára. Amúgy is rengeteg puppal jönnek az emberek, mi még rárakjuk a vallást. Higgyétek el, a legnagyobb teher az a vallásos teher. Az a legnagyobb teher. Azt nem tudod kiheverni egy életen át. Úgyhogy én ezt az evangéliumot úgy látom, hogy ez az evangélium ez mindenki számára fog hirdettetni, és természetesen a keresztényeknek egyetlen egy feladatuk lesz ez alatt, hogy aki még ki tud futni, az fusson ki a rendszerekből és forduljon Krisztushoz, de a világiaknak ez egy fantasztikus dolog lesz, hogy figyeljetek, olyan megható telefonokat kaptam, tehát ott abban a szituációban a nyugati pályaudvarnál, ott ha te kimentél keresztényként, azt hitted, hogy itt valami hatalmas jótét gyülekezet dolgozik. Nem, ott munka után lévő világi emberek mentek zömében.
munka után. És mégis megtapasztalásod olyan volt, mintha valami gyülekezetben ülnél, mert nem attól függ, hogy gyülekezetben ülsz. A gyülekezet nem attól gyülekezet, hogy elneveztük, hanem attól, hogy Krisztus van-e bennünk, és Krisztus nevében. És ez furcsa, amit mondok, de higgyétek el, hogy a világiak is tudnak krisztusi cselekedeteket tenni. Mi lesz a megtérésükkel, hogy most csak krisztusi cselekedeteket tudnak tenni, de ha újjászületnek, akkor belejük költözik a Krisztus. Hát képzeljétek el, ha most tudnak krisztusi cselekedeteket. Én alig várom ezeket az embereket. Én jobban várom, mint ezt a vallásos műbalhét, ami most van. Tehát ezek az emberek megérkeznek, és ezek világiként tudtak Krisztus, ez nagyon fel fogja dobni a közösségeinket. De ott meg már nem ez lesz a lényeg. Majd meglátjátok, ebben is meg kell változni. Nem ez lesz a lényeg, hogy mi tudunk együtt lenni, hanem az lesz a lényeg, hogy tudok-e adni abból, amin van. Gyorsan egy kérdés, aztán utána, aki helybe akar, adom, amit. Nekem egy kérdés lenne az alapigével kapcsolatosan, hogy gyűjtsetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Egy viccet el szabad mesélni, mert közben eszem jutott egy vicc, jó? Nem, csak a Facebookon láttam egy viccet, és a zsidó család beszélget, és a zsidó kisgyerek kérdezi az apukát, hogy apa, igaz, hogy a pénz az nem boldogít? És akkor ránéz a kisfiára az apuk, és mondja, hogy az nem, csak a kamat. A kérdésem igazából az lenne, hogy tehát amennyire jól tudom, a szentírási értelmezésnek többféle aspektusa van. Az egyik az, amikor a szó szerinti értelmet nézzük meg, és akkor van egy olyan lehetőség is, hogy mögé nézzünk a dolgoknak, és akkor megkérdezzük, hogy ez szellemileg, vagy lelkileg, vagy spirituális értelemben ez mit is jelent nekem. És az alapvégével kapcsolatos lenne a kérdésem, hogy te is sokszor átélted már, mert tudom, hogy beszéltél róla, hogy mint vállalkozó, vagy én, mint vállalkozó típus, ha elmegyünk egy gyülekezetbe, akkor nagyon sok barátunk lesz. És körülölelnek bennünket, és a tenyerükkel hordoznak, egész odáig, amíg a gyülekezetbe vagy amíg adakozó, vagy stb. És ugye ez is egy szentírási értelmezés, ez mondjuk a szó szerint értelmezés, hogy te a barátom leszel, mert mondjuk a hamis mammonba te hű vagy, és akkor legyünk barátok. De hogyha, igazából a kérdésem az lenne, hogyha én nekem személyesen azt mondja Jézus, hogy gyűjtsetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, akkor én spirituális vagy szellemi értelemben én mit tudok tanulni ebből a hamis mammonból? Mi az, amit el tudok vinni tőle a hamis mammonból, hogyha így értető a kérdés? Tehát, bocsánat, te inkább amiről beszéltél, az inkább a gyülekezeti, de én most a személyes szintre szeretnék kérdezni. Értem, teljesen értem. Először is, hogy amit mondtál, az, hogy a gyülekezetekben, ha jobb módú vagy, vagy anyagilag jobb módú vagy, ugye erről is ír az ige, hogy azokat előre ültetik. Az én volt anyagyülekezetemben 98-ban volt egy nagy szakadás. Hogy szétszakadt a hídgyülekezet, és 98 után olyan emberek vették át, ugye elmentek a szolgálók, lelkészek, ott hagyták a gyülekezetet, és utána főleg olyan emberek vették át a gyülekezetek irányítását, akik vállalkozók voltak, tehát lehetett licitálni, semmilyen szellemi nem volt benne, hanem ha te ott mozogtál abba a városba, anyagilag megfelelő voltak, akkor kaptál egy gyülekezetet, szaladjál és vigyed, és csináld. Tehát ez a hamis mammon, ez ugye egyértelműen a világi javakra vonatkozik, nem erre. Ugye amit kérdeztél a személyes szinten, én egyértelműen azt látom, hogy mivel a szervezett egyházak, tehát a mai világi értelemben vett egyházak nem fognak tudni, már most nem állnak ki az emberek egymás mellett, tehát az igaz hívőket, és nem véletlenül van ez az ige, és azért is olyan bonyolultan érthető, de különben egyszerű, az igaz hívőket nagyon sok esetben kimondottan a világban gyűjtött barátok és emberek fogják megmenteni, és ennek nagyon egyszerű okát látom én, hogy mielőtt keresztények leszünk, az Isten embert teremtett, és nem keresztényt. Én azt gondolom, hogy igazi jó keresztény abból lesz, aki előtte ember. Tehát nagyon fontos, hogy mit értek az ember alatt. Hát egyszerűen ember, a maga normális jelentésében ember. Az mit jelent? Érzékeny a másik emberre, magánkívül mást is észrevesz. Tehát mi a bűnös létünkből ugrottunk be, mert beevangelizáltak, becsaltak, bevittek, bevitt a lelkünk.
kinek mi sikerült, ugrottunk be egy szuperszellemi millióbe, és kimaradt az a része, ezért például mi nem tudunk természetes emberként, higgyétek el, a kereszténység nem tud természetes emberként viselkedni. Mondok egy példát. Évekkel ezelőtt rendeztünk egy szilveszteri alkalmat. És akkor ott nem ige hirdetés volt, le volt az ige hirdetés, stb. És akkor utána beszélgettünk, meg érezzünk jól magunkat, és akkor, hát mondom, fölkérem az asszonyt, hogy táncolunk egyet. Vége volt, mert nem Isten tisztelet közben táncoltunk, attól se idegen különben a tánc, de nem az volt. És azt vettem észre, hogy a kereszténység nem tud normálisan élni. Én például világiaktól tanulom meg, hogy hogy lehet normálisan élni. Tehát nem a keresztényektől tanulom meg, hogy milyen az a szabad, normális élet, hanem világ. Nem a bűnt nézem el, hanem ő például hogy tudja élvezni a szabadságát. Én, ha például elmegyek szabadságra, mindig kényszerrel rajtam, hogy valamit kell csináljak. Mert ha nem csinálok semmit, akkor rossz ember vagyok, stb. Stb. A világiaktól tanulok meg egyszerű hétköznapi dolgokat, olyan vallásosak lettünk, hogy a teljesen hétköznapi dolgok, azok teljesen kikerültek a látókörünkből és a látószögünkből. És például házassággal kapcsolatban is csak ajánlom keresztényeknek, hogy nyugodtan nézzetek meg jó pár világi házasságot, példamutató házasságok vannak a világban. Meg lehet tanulni azt az egyszerűséget. Tudom, hogy a szószékről azt mondják, hogy miköze van a hívőnek a hitetlenhez. Miért két teljesen abnormális, hamis, sáfer, normálatlan keresztény mennyivel különb? Tehát mi a különbség? Mi a különbség? Csak annyi, hogy azt mondja magáról, hogy én keresztény vagyok, és akkor ettől tartsam én különbnek? És én például ugye a személyes szintemen ezt például a világiaktól tanulom meg, hogy hogy lehet. Például én nem tudom, nekem nem tanította meg senki, hogy lehet szabadságra menni, mert mi nem mertünk elmenni Nászútra a feleségemmel, mert az Urat kell szolgálni. Mikor mentünk el Nászútra? 3 hónappal később. Hát már simán terhes voltál, mikor elmentünk Nászútra szerintem. Mikor ott kellett volna terhes legyen a Nászúton, én lemaradtam, és a hétköznapokban lesz terhes, mikor a Nászút erre van. Én Nászútra már egy terhes asszonnyal mentem el, ott azt kellett nézni, hogy mikor éhes, mikor szomjas, nem is tudtuk élvezni. Lecsúsztunk. Miért? Mert mi nem mehetünk el is. Ezt például a világiaktól tanulom meg. Hogyan tudom jól érezni magamat? Hogyan tudom például a javaimat? Az egyházban mit hallottam? A javaiddal az Urat szolgáld. Az a bizonyos tized, ha egy kicsit belemennénk az ószövetségi tanításokba, az ószövetségben is 3 része volt a tizednek. Az egyiket odaadtad az Úrnak, a 10%-et. A másik tized részét a fizetésednek félretetted, és odaadtad a szükségben lévőknek, és volt egy 1/3 tizede is a fizetésednek, amit arra költöttél, hogyha fölmentél Jeruzsálembe az ünnepre, akkor ne csöveskedjél ott egy vattacukort rágjál egész héten, hanem legyen pénzed jól érezni magadat. Én például elmegyek egy szállodába, én ezt világiaktól tanultam meg, ha odáig vetemedek, hogy elmegyek egy étteremre, akkor ne az árakat nézzem, hanem nézzem, hogy milyen finom ételek vannak. Mert különben az árakat. Ezek azért mondja, hogy a világ fiai, ugye úgy ez az ige is úgy járul, úgy mondja, hogy eszesebbek a világosság fiainál. Tehát jobban tudják az életet élni. Mi elfelejtettük az életet élni. Elfelejtettük az életet élni. Mi azt hiszük, hogy attól, hogy keresztények vagyunk, nem kell az életet élnünk. Hát barátaim, mit rohadunk meg akkor 70-80 évig, ha nem éljük az életet? Tehát az élet nem abból áll, hogy nem élvezhetem az életet, és most itt ne bűnre gondoljatok, és ezt például a személyes szinten én mind a világiaktól tanulom. Én nem látok jó példát a keresztények között ebben, vagy legalábbis én nem ismerem azt a 7000-et, aki ezt tudja, de ezt mind a világiaktól tanulom meg. És még egy, hogy amikor oda megyek hozzá, akkor elismerem, hogy te ezt jobban tudod. Tehát elismerem, hogy ezt jobban tudod. Tehát én nem egy felsőbbrendű keresztény tudattal megyek oda, hanem elismerem, hogy jobban tudod. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy létkérdés lesz, mert most egy olyan korszakban vagyunk benne, amikor mindent mindig a legjobban, a legtökéletesebben az egyház tud. Ez egy óriási tévedés. Ez egy óriási tévedés. Pontosan ez az ige ezt jelzi előre, hogy igenis érdemes odafigyelni abban a világiban, aki majd egyszer újjászületik és az Urat fogja szolgálni, abban ma ugyanúgy benne van a talentum. Tehát a talentumot, bocsássatok meg, nem az újjászületéssel fogja megkapni, az most benne van. Az most, ahogy megszületik, onnantól kezdve, hogy ember lett, mert mit mond az ige, az anyád méhétől szemmel tartalak, de csak a keresztényeket. A többi az hát hújjon a férgese. Nem. Tehát ezért a gyakorlati dolgokban sokkal eszesebbek a világ fiai.
Sokkal eszesebbek. Sokkal jobban tudják a gyakorlati dolgokban élvezni az életet. És természetesen az üzleti életben is azt látom, és ugye a hamis sáfárnak az üzleti életben is van jelentősége, mert az üzleti életben is sokkal eszesebbek. Ha megnézitek, a világ milliárdosai nem újjászületett hívők. Holott mit mond a jóléti evangélium? Úgy megáldalak, hogy alig tudod elvinni. Mégis a világ milliárdosai nem keresztények. Világi emberek. És tudjátok miért? Nagyon egyszerű, mert sokuk rájött arra, ha olvassátok ezeknek az élettörténetét, vagy beszereztek hiteles forrásokat, akkor elmondják, hogy az életük folyamán, amiük van, azt többször elajándékozták, többször szétdobták, többször odadták. Itt mindig, mikor én még mindig olyan ima alkalmakra jártam, hogy imádkoztak az emberek, hogy jó sok az én gyülekezetemben, amiben voltam, imádkoztak, hogy jó gazdag emberek jöjjenek a gyülekezetbe. Én mindig azért imádkoztam, hogy jó szívű emberek jöjjenek a gyülekezetbe. Mert van smucik gazdag, meg van jó szívű gazdag is. És ha megnézitek, ezeket én például a személyes életemben mind a világiaktól tanulom meg. Meg sem próbálkozom már. Például a házasságunkkal kapcsolatban olyan ötleteket, ami feldobja a házasságunkat, most ne szexualitásra gondoljatok, csak egyszerűen a férfinő kapcsolatot, én ezt a világiaktól lesem el. Mert a keresztényekre rámegyek, azt látom, hogy savanyú az asszony, bánatos az ember, mint a kovászos uborka. Szóval nagyon ritka az, ahol kicsattannak az egészségtől. És úgy jönnek, hogy hú, ez egy izé. Szóval úgy, Istenem, ez az el. Nem merik kimondani, mert keresztény, de az, Istenem, miért nem a Hufnager Pistihez mentem. Szóval ott van az arcukon. Én ezeket mind a világiaktól eszesebbek, sokkal jobban tudja egy világi élvezni a nap alatti életet. Ő abban hibázik csak, hogy a bűnnel nem tud még mit kezdeni, de az életet élvezni, az sokkal jobban tudja. Én ezekben már nem is figyelek keresztényekre. Tudom, hogy ez most egy újabb eretnekség, de abszolút innen tudom megtanulni. Figyeljetek, annyi keresztény házasságot láttam, nálunk sok keresztény szolgáló megfordult az otthonunkba, jöttek, mentek, iszonyatos, szóval a gyerekeimet például, a gyerekeim teljes mértékben hisznek és bíznak Istenben, de amikor mi kiléptünk a gyülekezetből, közölték, hogy ők szervezett gyülekezetbe többet az életben nem szeretnének belépni. Még ide se, ahol az apjuk szolgált. Pedig ez aztán nem egy szervezett gyülekezet, aki ide jár hétről hétre, itt nem szervezünk mi semmit, örülünk, hogy élünk. És mégsem miért, mert azt látták, hogy egy olyan életet kényszerítek rájuk, vagy kényszerítettem rájuk, amit ők nem akarnak élni. És nem a bűnről beszélünk, vagy nem bűn, hanem egyszerűen maga az, hogy nem tudunk, figyeljetek, mi nem tudunk örülni, nem tudunk felszabadulni. Olyan ritka, amikor keresztények, úgy örültem ennek a, itt az dicséret elején még nem voltatok itt, akkorát röhögtünk itt négyen, figyeljetek, majdnem leestünk a székről. Szóval ez úgy hiányzik, hogy az életnek a, szóval úgy csinálunk, mintha nem kéne, nem véletlenül a fiatalok, ahogy már kinől a totyis korból, és nem te viszed a gyülekezetbe, úgy húz el, mint a vadlibák. Nem azért, mert bűnt akar elkövetni, egyszerűen élni szeretne. És az élet nekünk is megjár, tehát sokkal jobb úgy leélni az életet, hogy élsz. És most az életet itt jó értelemben mondom. Én szeretem élvezni. Olyan megdöbbentő volt, hogy mitől egyszer az egyik testvér nem jött ima alkalomra, mert mondta, hogy elment a feleségével az erdőbe sétálni. Soha többet nem hívták ima alkalomra. 10 év után jutott eszembe, hogy milyen bevállalós, tökös csávó volt, sokkal jobbat csinálta. Ott szívtunk az ima alkalmon, azt se tudtuk, miért imádkozunk, meg kiért, meg hogyan. Ez meg legalább egy jót sétált az erdőbe a feleségével. Hát ha megnézem a szellemi eredményét, és higgyétek el, nem az ima, nagyon szeretek imádkozni, és szoktam is. Ugye ezt nagyjából el tudjátok azért képzelni. Nem minden másnap karácsony, szoktam is. És jobban járt. Tehát ezek mindeszesebbek a világfiai. Ugyanígy járunk, hogy keresztényként a világfiai sokkal jobban tudnak üzletelni is, mert mi keresztényként mindig belepróbáljuk súlykolni, úgy akarunk megfelelni dolgoknak. Én rájöttem, én is próbáltam az életemben úgy megfelelni a vállalkozásban, hogy szóval nehéz úgy megfelelni kereszténynek is maradni, meg közben megfelelni a vállalkozás elvárásainak. Nekem is például úgy tudtam ennek megfelelni, abba kellett hagyjak egy csomó dolgot. Nem nyúltam bele olyan dolgokba, amiben nem tudtam volna hülyen szolgálni az Istent, vagy megmaradni, de menet közben pedig élni kell az embernek az életét egy vállalkozásban is. Ugye én például azért nem dolgozok keresztényekkel, azért dolgozok világiakkal, mert a keresztények azt mondod, hogy késtél 2 órát,
szörnyű, ahogy dolgozol, akkor az mindjárt jön a Szentlélekkel, meg az Istennel, meg azért, hogy én nem vagyok az Úrban, holott csak egy tróger volt, aki elkésett hetente, többször elkésik 2 órát a munkájéről. Ezt egy világi nem meri megtenni. Például a munkába járást, munkába a munkaadóhoz való hozzáállást, lojalitást, én például a világiaktól tanulom, meg semmiképpen nem keresztényektől. Keresztények úgy cselédik a munkájukat, mint te a gatyád a teste. Semmilyen hűség. Ha elolvasnám a példabeszédek könyvébe, hogy mit mond az ige, azzal kapcsolatban, hogy még a gonosz munkavállalóhoz is hogyan kell hozzáállni egy hívőnek, nem szeretjük felolvasni, de majd most következő alkalommal föl fogom olvasni, hogy ha már botránkozás legyen az, hogy mit mondanak. Ezeket mind a világiaktól, az egyszerű, praktikus életnek a sava, borsát, apró dolgait én például a világi emberektől tanulom meg. És óriási hibát követtem el, ott váltam szektássá, amikor rábeszéltek gyülekezeti vezetők, hogy ne kövessem ezeket a példákat. Sokkal több jobb példát látok sajnos ma ebben. Az élethez való hozzá eszesebbek, így mondja az ige, eszesebbek sok esetben a világosság fiainál a világ fiai. Sokkal eszesebbek. Vállalkozásban mindenképpen. Én csaltam keresztény vállalkozóként. Sokkal jobban csalnak a világiak. Abba kellett hagynom a csalást. Nem tudtam keresztényként csalni. Mert mind a kettőt jó lelkiismerettel akartam csinálni, és tudod, mi volt a tapasztalatom? Hogy amikor abba hagytam, feleségem rá tanú, amikor abba hagytam, akkor kezdtem rájönni arra, hogy milyen, amikor az Isten megáld. Amit elmondtam nektek, hogy a börtönévek alatt senki nem vitt egy szelet kenyeret, ezt mi nem úgy éltük meg. Én nem azért mondtam el, hogy egy könnyet is ejtsetek értem, mert nekünk ez bizonyság volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy ott tanította meg az Isten, hogy ő a világiakon keresztül is tökéletesen tudott rajtunk gondoskodni. És ezért ma én nem úgy látom az embereket, hogy keresztény meg világi, hanem úgy látom, hogy Isten teremtményei, és különbséget tudok tenni ezekben, és ha ezt megértjük, akkor olyan jó szívvel fogjuk. Szóval ezek az emberek ki vannak éhezve arra, hogy őszinte szót halljanak. A világiak még egybe eszesebbek, a világiak azt, amit ma megcsinálnak, gyülekezet vezetők az egyháztagokkal, ennek a világiak a töredékét nem nyelik be. Mikor odajött hozzám egy ember 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy te a Híd Gyülekezete nevű részvénytársaságba jársz. Mondta ezt nekem 25 évvel ezelőtt. Kiűztem belőle még azt a démont is, ami nem volt benne. Teljes mértékben felháborodtam rajta, és istentelennek, és úgy álltam hozzá ez az emberhez, hogy én az életben nem fogok ennek egy igét sem mondani, megérett a pusztulásra. Pokorra vele, kész. Így volt, ez volt a szívemben, őszintén megmondom. És amikor rájövök 10 év múlva, hogy nemhogy részvénytársaságba, a Híd Gyülekezete nevű holdingba járok, tehát hogy még ennél sokkal több, akkor döbbentem rá, és én semmit nem vettem észre belőle. És úgy utasítottam el, ezért ma, amikor egy világi, őszinte szívvel, mindenféle irítség nélkül véleményt alkot, a világi nem ismeri a vallásos irítséget, nem ismeri azt a nyelvezetet, amit mi ismerünk. Ő nem tudja ezt, hogy áldja meg az Úr. Hogy tudnád, hogy utállak, csak ezt nem mondom ki. Ő nem ismeri ezt a nyelvezetet. És ezért mondja Bill, hogy eszessebb. Ezért mondja, hogy eszessebb. Ennek a sáfárnak, a hamis sáfárnak a munkaadója nem köszönte meg, hogy éveken keresztül gründolta neki a pénzt, de az a világi, akinek egy picit visszaadott abból, amit jogtalanul vettek el, az mindjárt megköszönte. Ez a szív nekünk ahhoz kell, hogy jó szívvel tudjuk az Isten evangéliumát elmondani az embereknek. Nagy különbség van elmondani az Isten evangéliumát, vagy leevangelizálni embereket. Én ezeket mind a világiaktól tanulom meg, szégyen ide, szégyen oda, még a párkapcsolatomban is lesek el. Ha találok egy olyan jó működő házaspárt, még leülök a világi felé, és megmondom, hogy mi a titkod? Miért mosolyog mindig az asszony? Mondd el, miért? És akkor elmondja. És akkor utána már csak az a gond, hogy vezetem be otthon. Mert ugye az én drágámnak ugyanolyan vallásos háttérből jön, mint én. Hát egy csomó mindent épp beszélgettünk róla éjjelente, amikor mondjuk nem sikerül aludni, akkor föl szoktam kelteni, hogy beszélgessünk, mert hát ez így korrekt. És akkor ott tudunk megbeszélni olyan dolgokat, amiket egyértelműen jobb példákat szabadabban ki tudják fejezni. Hát bocsánat, itt talán nincs kiskorú gyerek, szexualitás területén például. Ne hülye keresztény szokásokat tanuljatok meg, csak jelzem. Soha az életben nem lesz jó a szexuális életetek. A világiak jobban értenek az örömszerzéshez.
Ezzel az egész szexualitás kérdéssel a zsidók eljutottak odáig, hogy a férfi és a nő között van egy lepedő. Tovább nem mondom, mert közben észrevettem, hogy vannak kiskorúak, elnézést. A szülőktől mindenképpen. De ezt csak azért mondom, hogy egy csomó mindenben ők sokkal bölcsebbek, mert ők azt látják, hogy hogyan tudja örömszerzés a szexualitás. Nem egy kötelező dolog. Hány keresztényt onnan hozok vissza a beszélgetésben, hogy hú, már van 4 gyerekünk, még mindig kell szexuális életet élnünk? Nem, mondom, már nem, szerintem. Illetve már nem is éltek régóta. Szóval ezekben eszesebbek a világfiai, és ezt nem az Isten kényszerítette ránk, hanem az Isten csak felhívta a figyelmet, hogy nem érdemes vallásos érzületből lesöpörni az asztalra őket, mert ha látnék annyi elégedett keresztény hölgyet, aki úgy bújik a férjéhez, úgy, tehát emlékszem, hogy ültünk egy istentiszteleten, és teljesen automatikusan így megöleltem a feleségemet, és így magamhoz húztam, nem csókoltam meg, semmi nem volt, nem téptem le a melltartóját, semmi, csak egyszerűen átöleltem, és magamhoz húztam. Hát ne tudjátok meg, hogy azok a tekintetek milyenek voltak. Miért mit kéne csinálnom? Vigyázz, hogy így üljünk egymás mellett, és magázzam Isten tiszteleten, hogy kedves Erika, vagy mit kéne csinálni? Szóval ezekben eszesebbek a világ fiai. Eszesebbek. És ezek az emberek, ha ugyanilyen őszinte, normális, racionális, épelmélyű, igaz keresztények fognak odalépni, ezek alig várják, hogy elmond a kulcsot. Tulajdonképpen te jól éltél. Egy bajod van, hogy a bűnnel nem tudtál, nem fogsz megbirkózni. Ebben csak egy személy tud neked segíteni, Jézus Krisztus. Ennyi az evangélium. Nem kell abba hagynod a szexuális életedet, nem kell abba hagyni a rózsahordást, nem kell abba hagyni, hogy otthon elmosogatsz. Mosogass el. Hát milyen meglepetés az, jön haza az asszony, és elmosogattál. Jó, a pelenkázás az egy más kérdés, de szóval ezek mind racionálisabbak, észszerűbbek a világiak. Úgyhogy én nem javaslom, hogy ezzel a nemzeti kereszténység egyetért el, hogy egy felsőbbrendűség tudatot adott a kereszténységnek, úgyhogy sok esetben, barátaim, ha hiszitek, ha nem, én kezem alatt azért rengeteg ember megfordul, történnek olyan erkölcsi kihágások keresztények között, hogy a világiak is csak így kamilláznak, így néznek, hogy hú, ez jó lehet, ezt miért nem mondtátok el, hogy ti ilyeneket tudtok. Tehát nem lehetünk büszkék erre egyáltalán. Úgyhogy én nagyon figyelem a világiakat, és sokat tanulok tőlük. Természetesen van negatív példa is, de nekem nagyon sokat jelent az eszességük, az odafigyelésük, az emberségük. Például, ahogy jól érzik magukat a világiak. Hát mi csak nézzétek meg, eljövünk egy istentiszteletre, és ha nincs valami szervezett beszéd, az elején mindenki ül megszeppenve, mintha izé. Persze ráhúzzuk arra, hogy csendességben várjuk az urat, de hogy is, ülünk zavarban, nem tudjuk, hogy most megszólítsuk a mellettünk lövőt, vagy nem. Ebből még a zsinagoga is jobb volt, olyan viták voltak, érted, lennültél, beszélgettél, föl meg ütötte egymás két nő a karzaton. Tehát még ennél ez is jobb volt, mert legalább őszintén kifejezték az érzelmeiket. Olyan szinten elfojtjuk, és a karizmatikus mozgalomnak a nagy bűne, például ezt is világiaktól tanulom meg én, az érzelmeim kifejezését. Tehát, hogy ne azt mondjam a feleségemnek, hogy majd kijelentésbe vedd át, hogy mit érzek irántad, meg majd valaki megprofétálja, hanem én nekem meg kell mutatnom az érzelmeimet. Keresztény férfiak, főleg a szolgálók, olyan fafejűek, most a fej helyett majdnem más mondtam, de olyanok, hogy egyszerűen, és arra is tanítottak minket, hogy az érzelmeink nem fontosabbak. Szmorek Csaba, barátom, testvérnek hallgassátok meg a tanítását az érzelmekről. A legfontosabb, hát hogy vagy emberként érzelem nélkül? Ilyen zombi, hát ez a zombi kereszténység, hogy igen, ott az Úr, jó, akkor oda nézzük. Ja, most már nem ott van, most ott van, akkor oda nézzünk. Tehát ez a zombiság, tehát az érzelmeknek a kifejezése, hogy szóval ez nem érzelem, hogy áldja meg az Úr. Szeretlek, testvérem. Csak ne tudd meg, hogy mennyire. Ha egyszer megtudod, arról kordulsz, az biztos. Hogy igen, és az is egy érzelem kifejezés, hogy figyelj, nem szeretlek. Például a kereszténységben a kritika megfogalmazása. Tehát az, hogy én mondjuk kimondok egy nevet, és megfogalmazok egy kritikát, utána 3 hétig nem alszom. Mert ő mindjárt szellemi harcolnak. Holott azon kéne elgondolkodni, hogy miért lett megfogalmazva a kritika. Tehát mi ebben nagyon gyengék vagyunk. Nagyon gyengék vagyunk. Ezért kívánatos. Én például nagyon szeretem, amikor volt olyan alkalom is, volt egy ember, ő egy évig járt közénk. Egy évig úgy járt közénk, hogy csak jött, és ült, és
Már úgy láttam, a gyülekezet is forgolódott, na most már azért, ugye volt elvárás, most már meg kéne térni, egy éve ide jársz, már a vízkeresztségednek meg kéne lenni, ó, már szent lelkesbeket, ó, már, szóval mi meg voltak a menetrend. Ő nem, ő egy évig járt és figyelt bennünket. És nézte. És lehet, hogy rájött, hogy hülyék vagyunk, mert most nincs itt, de vagy lehet, hogy rájött, hogy nincs is erre szüksége. Szóval ez a szemlélődése a világnak sokkal jobb. Én javaslom nektek, és majd meglátjátok a keresztények, én átéltem ezt sokszor, a hozzád legközelebb álló, engem például a gyerekkori barátaim árultak el a bíróságon. Tehát egy világit hamis tanúnak nem is tudsz odahívni egy bíróságra. Egy keresztény, mivel úgy gondolja, tudjátok mi a nagy csapda, hogy a keresztény mindig azt hiszi, hogy az Úr munkáját végzi. Mindig azt hiszi. És észre vesz, hogy nem az Úr. A világi ennél sokkal bölcsebb. Nekem nagy példa sok világi. Szeretek világi zenét hallgatni. Ez is például egy érdekes dolog, hogy én szeretek, vannak, értékelek művészeket, akik értékesek, értékelek költőket, írókat. A börtönből a feleségemnek Márai Sándor idézeteket küldtem, mert én nem tudtam olyat kitalálni, amit a Márai kitalált. A nyomorultakból idéztem neki, de nem azt, hogy meg fogunk pusztulni mindannyian, tehát nem azért olvastam, mert olyan életigazságok voltak benne, nem szégyellem ezeket, több prédikációmban nem hívő prédikátoroktól idézek, hanem világiaktól idézek. Mert olyan meglátásaik vannak az élettel kapcsolatban, vannak olyan világi számok, amik Istenhez szólnak, ti nem is tudjátok, azt hiszitek, hogy ezeket, ez valami keresztény gyülekezetből lopták, nem, világiak írták meg az Istennel kapcsolatos élményeiket. Csak mi elvitatjuk tőlük, hogy ő nekik nem lehet. Ha világiként nem lenne az Istennel kapcsolatosan élményük, akkor soha semmi nem késztetné őket arra, hogy az Istenhez menjenek. Óriási élményük van. Csak mi ezt nem értékeltük. Én nagyon becsülöm a világi embereket, és amit tanulni kell, és még egy van, hogy a világiaknak egy módon nyílik meg a szíve, hogyha a mi hülyeségeinket, a hülyeségeinkkel kapcsolatban pedig visszük a balhét. Ha nem a kérdésedre válaszoltam, akkor majd szólj. Van itt egy kérdés. A két krajcát bedobó özvegyasszony is három tizedet tudott félretenni, hogy a harmadikkal jól tudja érezni magát. Nem tudott három tizedet félretenni. Jó a kérdés különben, nem tudott. Viszont a világegyetem legnépszerűbb és legjobban ismert adakozójává vált. És ezt nem ember mondta neki, nem a vezető lelkész mondta neki, hanem maga a megváltó. Képzeljétek el azt a pofára esést, amikor azok, akik három tizedet is tudtak eltenni, nem tudtak. Nem tudott három tizedet félteted. Ezért volt neki a nagy dolog. Én a gyerekeimet úgy tanítottam meg, hogy ne válogassanak, hogy kipakoltuk a hűtőt. Egy kaja volt benne. És akkor megkérdeztek, hogy ennyi? Ennyi. Nincs több? Nincs. De hát van, láttuk. Nincs. Ennyi. Másnap mindenki olyan éhes volt, és olyan örömmel vették azt az annyit, hogy le a kalappa. És ezért jó a kérdésed, ő két krajcát, két pénzt, két valamilyen nyamvat, apró pénzt tudott figyelni. Szóval ez is megérne egy tanítást, hogy ülj Jézus és figyeli a kasszát. Én amelyik gyülekezetben jártam, tudjátok, hogy melyikbe, csak nem akarom annyit mondani a nevét, mert sokan érzékenyek rá, de ott az történt, hogy amikor vége volt az istentiszteletnek, akkor a vezető lelkészhez egy cetlin odavitték az aznapi gyűjtést. Ezt miért mondom elrettentő példaként? Hát mert erről szólt az egész összejövetel. Hát bocsánat, ha van egy áldott összejövetelem az Úrral, hát mit érdekel engem, hogy ti mit dobtok a kosárba? Hát most se érdekel. Hát nem azért hívtunk meg benneteket ebédre, hogy dobjátok tele a kosarat. Akkor is meghívtunk volna, ha nem dobjátok tele. Tehát értitek, mi a gondolkodásmód. Jézus nem azért figyelte, hogy na azt mondja, ő nem negatív példaként emelte ki, és pontosan ezért értékelte nagyra őt, mert ugye ő neki nem volt többje. Nem kell szégyelnünk, drága testvéreim, hogy alapjaiban kell sok mindenben megváltoztatni a gondolkozásmódunkat. Nem szégyen ez. Nem szégyen. Én például az összes világitól, aki le akart arról beszélni, ahogy éltem a keresztény életemet 20 évvel, 25 évvel ezelőtt, én az összes világihoz oda mentem, aki alkohol le akart beszélni, és bocsánatot kértem tőlük, hogy nem hallgattam rájuk. És őszinte szívvel. Ma, ha oda jön hozzám, és azt mondja, hogy büszkék vagytok a kereszténységetekre, pedig nyomorultabbak vagytok, mint mi sok esetben, akkor nem azt mondom neki, hogy távozz tőlem sátán, hanem azt mondom, hogy teljesen igazad van.
Ezért küzdök, hogy ez ne így legyen. Teljesen igazad van, amit mondasz. Teljesen igazad van. Van-e bárkinek bármilyen kérdés? Most, hogy az Zoltán említette ezt, amikor munkanélkül maradtam februárban, oda mentem egy vezető lelkészhez, aki jó barátom mai napig, és templomfelújítás volt náluk, és mondtam neki, hogy tudod, nagyon jó, hogy értek minden munkához, itt van egy csomó ember, nem lehet valahogy berendezni, hogy ne legyek munkanélkül. Azt mondta, meglássuk, mit tudunk csinálni. Eltelt egy hónap, és akivel ott együtt voltam, és látta, hogy minden éjszaka kint vagyok, a Nyugatinál, azt kérdezte meg, hogy te hogy minden éjszaka kint tudsz lenni, te nem dolgozol? Mondtam, hogy nem dolgozom, mert munkanélkül maradtam. De azt én látom, hogy te hogy foglalkozol az emberekkel, és hogy beszéled jól az ukrán nyelvet. Van egy ilyen és ilyen cég, egy tolmácsot keresnek, és vezetőt, mármint, hogy úgy került kezem alá 27 ember, ukrán ember, akiknek azóta is képviselem az életüket, amiben tudom segíteni őket, mert ők nem tudnak hazamenni, mert ugye ha hazamennek, akkor vár rájuk a hadkötelesség. Úgyhogy a világi ember adott nekem munkát, a vezető lelkésznek eszébe se jut, hogy én kérdeztem tőle, hogy van-e munka. Úgyhogy köszönöm. Közben még egy kérdés. Az a kérdés, hogy elsődlegesen a keresztényekről kell gondoskodnunk, ha bajban vannak, aztán a világiakról. Van-e ilyen rangsor? Nincs. Nincs. Tehát a szükségben lévőről kell gondoskodni. A zsidó törvényekben, a mózesi törvényekben volt egy nagyon érdekes dolog, majd olvassátok el. A mózesi törvényeket is nem betűként, én csak azt tudom tanácsolni, ne betűként olvassátok, hanem legyetek ott a helyzetben. Mondjuk vagyunk itt vagyunk, beesteledik, fúj a szél, esik az eső, stb. És kindreked valaki hóban, fagyban. Ugye a zsidó törvények, a mózesi törvények azt mondták, hogy nem kellett mérlegelni, nem kellett lecsekkolni az interneten, hogy rablógyilkos-e, stb., hanem mivel szükségben volt, ázott, fázott, be kellett hívni, olyan ellátást kellett neki biztosítani, mint amit az ember a saját családjának biztosított, és reggel útjára kellett bocsátani. A kereszténység állított fel egy ilyen rangsort, és pontosan megfosztja, például az adakozással kapcsolatban megfosztanak téged, amikor azt mondják, hogy te egy keresztény egyházat támogassál, mert az az igei, nem. Neked az ige elmondja, hogy mit kell támogassál. A szegényeket, a szükségben levőket, a rászorulókat, tehát egészen más. A Laodiceának pont, bocsánat, miért támogassak én egy olyan gyülekezetet, ahol nettó 1,9 milliárd forint a nyereség? Miért? Hol van az megírva, hogy az egyházaknak? Ti ezt el se tudjátok képzelni. Én ismerek olyan keresztény középiskolát, ahol a tavalyi évben 1,1 milliárd forint haszonnal zárta a középiskola a pénzügyi évet. Az önkormányzati iskolában pedig nincsen kréta. 1,1 milliárd forintos haszonnal. Amikor mi kiléptünk a Híd gyülekezetéből, nem mondom melyik egyház, de megkeresett, az egy egyház vezető, és a következőt mondta, hogy ha beléptek hozzánk, még tornyot is építünk a doknak a tetejére. Pénz, paripa nem számít. Na, ezért én azt gondolom, hogy érdemes, például az adakozásodat érdemes nem úgy gyakorolni, ez egy nagyon fontos lépés, hogy ne úgy gyakorold, hogy belevered a kosárba, hanem gyakorold úgy, hogy te juttass célba az adományodat. Például itt, ami volt a menekült kérdésben, nem adtuk oda egy szervezetnek az adományainkat, hanem mi elvittük célba. Ez bődület volt, 10-12 ezer kilométert mentünk abba a hónapba, senki nem aludt, már mondtam is, hogy Istenem, már én elmegyek a Putyinhoz, hogy ezt hagyja abba, mert nem bírjuk tovább. Tehát álmosak, fáradtak voltunk. De eljuttattuk a célba az adományokat. Egy érdekes statisztika, ma, amit egy karitatív szervezetnek adsz 1000 forintot, abból 350-400 forint érkezik meg a rászorulónak, mert a többi elmegy a működési költségeire. Neked a nyugati pályaudvar, amikor kimész és kiviszed a forró levest, neked a jó cselekedet, a minden, bocsássatok meg a karitatív szervezet dolgozójának pedig a munkahely. Higgyétek el, hogy nem lebecsülöm, ne forgassátok majd ki a szavaimat, de szív tekintetében a kettő között különbség van. Hogy te a munkád után
gyorsan nem a családodnak főzöl levest, hanem kiszaladsz egy tányér levessel, stb. Stb. Vagy munkaköri feladatként ellátod azt, amit csinálsz. És ezért szerintem nincs ilyen rangsor, és nem is jó, ha fölállítunk ilyen rangsort. A világ pont ezt a rangsort érezte meg. Pont ezt érezte meg, hogy mi a zsidóságban más volt, tehát amikor a zsidóságban ugye a gondoskodásról beszélünk, ott például más volt a helyzet, mert amikor egy asszonynak meghalt a férje, akkor utána annak az asszonynak befellegzett. Általában nem vette már el más ember, tehát nem tudott újra ház, nem vette el más ember, ott maradt 4-5 gyerek, azokat el kellett tartani. Tehát ha a közösség, a házanként egy gyülekezet nem gondoskodott róla, akkor azok az asszonyok elvesztek, tönkrementek. Tehát más volt a szituáció. Tudjátok, úgy kéne, mi például gyűjtünk alamizsnát, mi az alamizsna, azt azoknak adjuk oda, akik rászorulok. És én például nagyon hálás vagyok, hogy évek óta itt a dombovári közösségben senkinek nem kellett alamizsnát adni. És ez így van rendjén, mert az alamizsna az nem azt kell néznem, hogy na akkor melyik gyülekezeti tagra húzom rá, hogy annak odadom, hanem az alamizsna az annak jár, aki rá van erre szorulva. És nincs ilyen rangsor, Jézus állított rangsort. Sőt, ha lehet ilyet mondani, előbb bement Zakeushoz vacsorázni, mint a Simon farizeushoz. Miért? Hát mert nagyobb volt a vonzása. Lehet, hogy eretnek dolog, amit most fogok mondani, de például így anyagi területen, ha mondom, én például a szolgálatom alatt, én személyesen soha senkitől semmilyen forintot nem fogadtam el. És nem is fogok, amíg az Isten ezt engedi, meg én ezt így szeretném. Ha már el kell fogadjak, akkor én nem akarok szolgálni, mert akkor én nem szeretnék béres lenni. És a dombovári gyülekezet közösség sem tudja, hogy itt a legnagyobb támogatások, amik tényleg úgy mondom, hogy nagyobb összegek voltak, ezeket mi például mind világiaktól kaptuk. Mind. Egytől egyik. Egytől egyik. Bejött a világi, és azt mondta, hogy jött például hozzám egyszer egy világi férj, azt mondja, hogy 20 éve nem tudtam megváltoztatni az asszonyt. Mióta eljár hozzátok, mintha kicserélték volna. Jó a kapcsolat, jó a szex, jó minden. Hoztam egy kis... Nekem ez minden pénzt megér. A világ fiai. Hát figyeljetek, az orvosra többet költött volna. A pszichiáter, az összes pszi, az leszette volna nagyon. Hát ott az óradíjak azért más. Kicsit elmész böfögni, 60 ezer plusz áfa per óra. Szóval... Én nem állítanék föl ilyen rangsort, és mert abban a pillanatban, hogy rangsort állítunk föl, Jézus minden rangsort tiltott. Én például ezért nem vagyok híve a klérus felállításának, amikor egy gyülekezet vannak 10, és mindjárt kiderítik, hogy ki az első számú vezető. Ukrán testvéreknél mindig, amikor kimegyek szolgálni, ott úgy van, voltam már olyan helyen szolgálni, hogy csak pásztorok voltak, már nem volt nyáj. De pásztor még mindig volt. Tehát már az se számít, ha nincs nyáj. Pásztor legyen, az a lényeg. Ha van pásztor, akkor van minden. És akkor még ha elmondod nekik, hogy egy pásztor van csak, na itt ledobja az agyuk az égszíjat. Pedig tényleg egy van csak. Úgyhogy nincs ilyen rangsor, és nem is javaslom ezeket a rangsorokat fölállítani. Abban a pillanatban, hát otthon állítasz rangsort? Melyik a kedvenc gyereked? Melyik? Gondolkodj rajta. Melyik a kedvenc? Hát valószínű, hogy érzelmi alapon teszel különbséget, hogy amelyik többet elmosogat, azt jobban szereted. Ez nem is kérdés. Vagy amelyiknek kevésbé nagy a szája, az, tehát, de ez csak érzelmi. De melyik a kedvenc? Melyikért nem adnád az életedet? Melyikért nem mennél tűzbe? Melyiket nem mentenéd meg? Melyik, ha leugrik az emeletről, hagynád pattanni, hogy... Na, ez egy pattanás bír, ez kettő tesz. Hát melyik? Hát ugyanúgy érzel mindent, ezek nem lehet. Ugyanígy az Isten is ember, az Istennek például, melyik a kedvenc gyereke? Melyik? És akkor mondják, hát a Dávid, meg biztos a vezető lelkészt jobban szereti, mint engem. Ne csöbb be magad. Nem. Semmivel se szereti jobban. Nincs ilyen rangsor, és nem is javaslom. Ha rangsor van, akkor nincs szeretet. Ha szeretet van, akkor nincs rangsor. Nincs rangsor. Van-e még bárkinek bármi kérdése? Van. Akkor dicsérjük az Urat.
Jó, akkor éneklünk, dicsérjük az Urat, és 4 óra magasságába szeretettel elbocsátunk benneteket. Vagy ahogy szoktam mondani, hétköznapi nyelven, húzzatok haza 4 óra felé. És élvezzétek egymást. Kérlek benneteket, forgassátok, ez egy emésztős téma, és de érdemes forgatni. Én mindenképpen javaslom, hogy forgassátok, és higgyétek el, hogy amíg az egyházak nem néznek úgy egy világi emberre, hogy ő is Isten gyermeke, addig nem tudják felé az Isten szavát úgy mondani. Engem nagyon megrázott, és nagyon-nagyon egyben hasznos is volt, ugye, talán ezt a Kenneth Copeland nevű figurát mindannyian ismeritek, és ő rengeteg hülyeséget csinál, ma már több hülyeséget csinál, mint jót, és az a mondata nagyon megrázott, és talán ehhez a kérdéshez kapcsolódik még, hogy azt mondta, hogy ő azért nem ül világiakkal egy repülőre, tehát ugye az volt a kérdés, hogy miért van neki magánrepülője. Nem is az volt a kérdés, hogy miért van egy, hanem miért van 5. Tehát igazániból ez volt a kérdés. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű okot mondott, hogy azért, mert amikor világiakkal ül egy repülőre, akkor a világiakról jövő démonok, gonosz erők tönkreteszik az ő szolgálatát, és ahová megy, ott nem tud szolgálni. És itt értettem meg ennek a lényegét, hogy tulajdonképpen még ilyen meg a gyülekezetekben is, mint amit ő vezet, azért nem működik az Isten evangéliuma, mert tulajdonképpen azok, akik felé kéne hirdetni az evangéliumot, azokat lenézzük. Testvéreim, ma a kereszténység a világiakat lenézi. Felsőbbrendűként tekintünk magunkra, és az Isten pedig nem így tekint ránk. Megvan nektek, hogy Isten mindig, csak az újkori történelmet nézzétek meg. A zsidóság az 1948-as Izrael állam megalapítását egy magyar származású Herzl Tivadar nevezetű emberhez kötődik. Ennek a Herzl Tivadarnak körülbelül annyi köze volt a törvényhez, a zsidósághoz, a napi rituáléhoz, meg egyáltalán bármilyen Isten hithez, mint egy ilyen széknek. A nagy dolgokat az Isten sokszor bevont. Megvan nektek, hogy a világegyetem legnagyobb birodalmának az egyik vezetőjét, ezt a Nabukodonozort úgy szólította meg az Isten, mint az övéi közül senkit. Tehát az Isten nem így néz le, ebből kéne kimozdulnunk, hogy az Isten nem így néz le, attól, mert nem ül itt köztünk egy ember, attól még lehet, hogy az Isten munkáját végzi. És ezt most fel se tudjuk fogni. Vannak olyan tudósok, talán Pascal, de nem vagyok benne biztos, akiről te csak fizikából tanultál, és azt hiszem, hogy Pascal, és fel sem fogod, hogy ezek az emberek, ezek nem csak fizikai törvényeket alkottak, hanem ezek a koruk meghatározó hívői voltak. Meghatározó isteni tanítványai voltak. Fel se fogjuk ezeket. Fel se fogjuk ezeket. Mi lebecsüljük. Azt hiszük, hogy az az érték. A kereszténységben nem az az érték, hogy danulunk szombatonként, meg vasárnaponként, hanem a kereszténységben az az érték, hogy mit hordozunk. Mindig el szoktam mondani, hogy az Isten tiszteleted 4 órakor fog kezdődni. De már nem itt, hanem ott, ahol kilépsz az ajtón. A mi Isten tiszteletünk ott zajlik. Nem itt, hanem ott zajlik. Úgyhogy, ha más szemmel tudunk ránézni az emberekre, ha nem úgy, hogy ez nehéz persze, de ha nem úgy, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, az megrázó. Az megrázó. Szóval leültem egy koldussal, ott koldult a Lidlinél, és én mindig mielőtt pénzt adok, elkezdek velük beszélgetni. És egy jó órát beszélgettünk, elmondta a sorsát, orvos emberről beszélek, ki nem néztem volna belőle, válás, stb. Utcán végezte. És a végén akarok neki adni 1000 forintot, mondom, hát adok 1000-est, hát most mit adjak az utcán, adok 1000-est. Így visszalökte a kezemét, és azt mondja, hogy ő neki nem erre az 1000-re volt szüksége, hanem arra, hogy végre valaki meghallgatta. Ezért mondja a Biblia, hogy meglátogatni, tudjátok, mi mit csinálunk? Aki nem jön gyülekezetbe, fölhívjuk telefonon, hogy mi nem jöttél gyülekezetbe. Na ezzel szurod gyomron.
Mit mond az ige? Menj el és látogass meg. Beszélj vele két szót. Teljesen más lesz az életérzése. Ki kell mosni, ezt engedni kell, hogy kimosni. A fejszét elhagytuk, a fejszének a nyele még a kezünkben van, de azzal már csak ütni tudunk, vágni már nem. Meg kell keresni a fejét, és ha megtaláljuk a fejét, akkor a világiak sóvárogva várják. Figyeljetek, ez az ige nem kamu, hogy egy hívőbe 10 hitetlen fog kapaszkodni. Hát lassan úgy van, hogy egy hitetlenbe 10 hívő kapaszkodik. Hogyha jó pénzes, amit Zoli is mondott, ha jó pénzes, ma egy csomó olyan pénzes ember jár, főleg karizmatikus gyülekezetekben, ahhoz semmi köze nincs a kereszténységhez. Nehogy azt gondoljátok, hogy azok a híres, neves emberek, zenészek, akik mind csatlakoznak egy gyülekezethez, ma ez a divat, hogy beintegrálnak jó nevű embereket, sajnálom ezeket az embereket. Beintegrálnak jó nevű embereket, hogy vonzza a többit. A többi embert. Ha te egyszer téged, te az Istenhez, ha az Istenhez odafordulsz, akkor hidd el, hogy a következő nap már nem tudod ugyanazt csinálni, amit csináltál. Bocsánat, ha én zenész vagyok, és az Istenhez fordulok, az nem azt jelenti, hogy abba hagyom a zenélést, de hogy többet egy éjszakai bárban nem tudok már többet vetköző, mesztelen nők mellett zenélni, az teljesen biztos. Lehet, hogy meg fogok élni a zenéből, és továbbra is zenélek, de nem tudom ugyanazt folytatni tovább, mint amit előtte folytattam. Nem tudom. Nem azért, mert nem engedik, hanem nem tudom. Én sajnáltam a zenészeket, akik például a hídgyülekezetben megtértek, mindegyiknek megtiltották, hogy nem zenélhetnek világban, mert lemegy róluk a kenet. Tudjátok, hol ment le róluk a kenet? Fönt a gyülekezeti színpadon. Mennyivel hasznosabb lett volna azt a talentumukat, nem a izéről énekelnek, a bugyiról, meg a kombinéről, meg a híd alatt mi történik, hanem szavakba foglalják. Én amikor világiaktól meghallom a Prayer című számot, megmondom őszintén, nem voltam egy nagy Zambó Jimmy rajongó, de amikor elénekelte a Nézle rám én Istenemet, az engem megérintett. Tehát ennek az embernek volt egy pillanata, amikor nagy kakiban volt, és kérte az Istent, hogy nézze le rá. Hát, nem sikerült ezt tartósá tennie, de ugyanúgy tudnak a világiak is Isten felé fordulni. És lássátok ilyen szemmel, hogy ők is Isten teremtményei. Isten a 6. napon megteremti a keresztényt. És láttál, hogy igen, jó. Ne. Ha egyszer megengedi majd az Isten, és az ő szemüvegével visszapörgethetjük az elmúlt évezredeket, ő iszonyatosan szurkol az embernek. Az embernek. És én azt látom, hogy az újkori kereszténység ott bukott meg, hogyha te nem leszel rendszertag, akkor te nem vagy. Én például ma nekem a hídgyülekezetében, akik ma ott vérhitesek, azok meg vannak róla győződve, hogy én egy istentelen, sátáni módú, bűnös ember vagyok. Ez a véleményük rólam. Én nem, hogy az Istenhez megyek, én már most elkárhoztam. Nem most, bocsánat, tegnap. Tehát most már egy elkározott ember áll előtted. És amikor leülök a feleségemmel, és megkérdezem, hogy drágám, most milyen a hitéletünk, hát zongorázni lehet a különbség. Nem azért, mert szebbek lettünk, okosabbak, hanem azért, mert végre legalább sallang nélkül lehet csinálni.